A közösség a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte november 12-én a szociális munka napját. Hazánkban, ahol az emberek egyharmada küzd olyan problémával, ami szociális kezelést, gondozást igényel, 13 éve köszöntik a szakterület dolgozóit. A nyíregyházi ünnepségen a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei vezetője elmondta, a magyar szociális rendszer néhány hónapja változáson ment át. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság állományába 2013. április 1-én kerültek be a korábbi MIKKES intézményfenntartó központos intézmények. Elsősorban a szociális és gyermekvédelmi intézményekről beszélünk. Megyei kirendeltségeken látják el a megyei feladatellátásokat, és az azt jelenti, hogy megyénkben 11 szociális és 5 gyermekvédelmi intézmény van a fenntartásunkban. A nyíregyházi ünnepségen diákok előadásával köszöntötték a megye szociális területen dolgozóit, valamint elismeréseket is átadtak a kiemelkedő munkát végzőknek. 22 éve dolgozom a gyógytelepi ápoló gondozó otthonban, előtte nem a szociális szférában tevékenykedtem, az egészségügyből kerültem át ide, és azt gondolom, hogy a szociális területen dolgozók számára ez a kitüntető nap, ez a nap, hogy minket ünnepelnek, nagyon fontos, hiszen azokat az elesett embereket kell, hogy gondozzuk napról napra és hónapról hónapra, akik nagyon rászorulnak erre, és a mi intézményünk erre egy ékes példa, hogy több mint 260 olyan embert látunk el, akik szenvedélybetegek, vagy idősek, vagy éppen fogyatékkal élők. A rendezvényen elhangzott, a szociális munka egyidős az emberiséggel, hiszen minden közösség gondoskodik az elesettekről, betegekről, ám az is fontos, hogy az áldozatos munkát végző szociális dolgozókat elismerjük és megbecsüljük.